Itt vagyunk Tusnádon, éppen úton Tusnád fürdőre. Elérkeztünk a 7. naphoz. Ma megint izgalmas versenyben lesz a srácoknak, lányoknak része. Úgyhogy kövessetek minket, találkozunk Tusnád fürdőn. A pontverseny jelenleg így néz ki, 21 ponttal Szabiék mennek, utána 19 ponttal Bencék és 18-al Timék. Tegnap a fiúk össze-vissza szivatták egymást, volt egy kajaverseny, ahol Bencék kicsit csalt, átdobta a kajáját Dominikhoz, miközben Patrik evett, egyébként ő nyerte volna meg. Nézzétek meg ezt a videót, hogyha nem láttátok volna. Érkezünk a mai nappal, rengeteg feladat lesz, és még mindig változott a pontverseny, még 3 nap van hátra. Tíz nap, 10 kaland, 10 feladat. A mai nappal kezdetét veszi a megdermedve apa. Az eredmény a következőképpen néz ki. Dominik, megérkeztünk, nézem, milyen úri emberekhez jöttünk. Szervusz, Szevasz, Bálint. Rossz név, Wolfgang, Isten hozott benneteket. Hát komoly ez a set, azt kell, hogy mondjam. Igen. Igyekeztem én is így terepre öltözni. Mire számíthatunk? Mi lesz ma? Hát a mai élménydús napra számítunk. Aha. Remélem, hogy összejön. Lehet, hogy nem lesz minden úgy, ahogy szeretnénk. Hát szerintem a táj, jeges a táj. Lesz ott élmény biztos. Aha, nem fogunk unatkozni. Tudhatják előre, hogy mi lesz? Valamit az ég lesz meglepetés, igen. Lesz ott tűzcsíholás, lesz ott airsoftos puskával lövés, nyílozás. Ugyanilyen füves suvár? Ugyanebben nekik be fognak öltözni. Kaptok ki is ilyen komandós öltözéket. Beöltözünk szépen, azért már nem tudom, hogy még lőttetek ilyen puskával, de eléggé csip. És hogyha ő például... Én úgy tudom, hogy te azt mondod, hogy te bevállod, nem? Hogy így letorgatjával az első lövést, nem? Na, azt megnézzük mi is azon. Na jó, oké, akkor ezt vette a kamera, és akkor ment. Akkor most önképpen öltözzenek be, és igen, utána igen, öltözzünk be, utána várunk még valakit, hozzák a kaját, finom kaja lesz. Nagyon amíg jó. Szerencsénk lesz, medvét is látunk. És azt is lőhet. És igen, és utána fussál. Jó. Az öldek majd megkergetnek. Na, gyerekek, milyen a szett? Hogy érzitek? Bálint, várj, még fel se vett. Hát de már jól áll, azt kell mondanom. Ó, köszönöm. Shut the fuck up. Dominik, ebbe akár festeni is. Igen. Timikén, mint egy Michelin baba leszel így? Hát, már most így érzem magam. Valamelyik közök elszoftozott? Már semmi, nulla? Én paintballoztam. Nope. De ez jobban fáj, tehát a paintballt azt itt kinevezik. Bence. Ti? Mondjad! Nagyon jó, jól lehet. Szedjük fel éppen népi viseletet, errefele. Nem, most szólok, tehát hogy én csak... Te úgy nézek ki, jaj, nekem ne gyere a kifogásokkal, Németh Bálint, de, te is. Nem. De. Én csak így tartok a csatában. Nem. Akkor vegyük ki valamit a pistol. Agyad Bálintot, ő már megjárta a háborút, nem is megyed. Persze elkezdtem, remélem látunk. Meg egy picit igazítsam meg. Azt a rohadt! Jújúj, a családi portéka! Azt ketté szelted, barátom! Hát megfogta, ezt csinált! Hey, na! Azt a! Hát mit tesz? Fixalálminak baja lesz! Patrika szereti a izék kasztrálni a igen. Férfiak. Gyere, csináld meg nekem, na! Valaki nem csinál meg? Gyere, a két oldalról fogjuk! Ezt betesszük valamit. Jól áll neked, azt kell mondjam, ízzel meg! Hát én ugyanolyan vagyok, viszont. Az van vele. Nincs olyan, azért... lefogyok. Várjál, hogyan jut? Hogy szerinted így legyen az usánka, avagy... Így nyilván. Így olyan vagy, mint valami nyúl. Bence, melyik a hátra, melyik a eleje? Hát így kapcsolod le. Várjál, hát a sapka rajtam van. Nem jó. Nyúlik, Bence. Amúgy. Így, nem így? Nem így, igen. Ehelyt. Ehelyt, nem a hajt. Ó, Csaba, várja, megigazítanak. De légy szíves, úgy csináltok, mint a filmekben. Mint a filmekben, légy szíves. Ilyen. Na milyen? Te hő katona. Indulta be. Be, azt a rohadt. Jó. Imádom, kicsit. Na, ne, inkább nem mondd, hogy nem ér át. Álljál már, de tényleg nem ér. Ja, mert ezt alulra kell. Nem vagyok én olyan dagadt. Na.
Az inkább. Ez azért megérződik. Te vagy a legszebb teknőc innen. Köszönöm. Basszus, szétszedtem, golyóálló lettem! Vagy épp hogy nem? Segítsetek már. Elindul a bevetés, nagyon izgatottak vagyunk, és szerintem mindenkit ki fog ütni, úgy, ahogy csak lehet. Életemben nem éreztem magam ilyen veszélyesnek, csak mondom. Bálint, a mai nap azért a szavakkal nagyon vigyázzál. Pakoljatok föl, gyerekek, mert hazamegyünk csapatommal, vége mindennek. Kapad. Legelső helyszín, szevasztok, Bálintom! Na, izgatottan várom, hogy mi fog történni itt. Megérkeztünk az első helyszínre. Fürdői Bixalt határánál itt van egy érdekes gát. Azt még a Ceausescu idejében csinálták itt áramot, akartok termelni, csak valahogy elszúrták a dolgot. Tehát soha nem termeltek itt áramot, elkészült a gát. Érdekes, szép, látnivaló, különleges, de amúgy haszna nem sok. Remélhetőleg feltöltik majd itt a terepet, ha felmászunk oda a sziklára, akkor fogjuk látni, hogy milyen szép ott arrafelé a táj, tehát itt végig lehet sétálni tusnádfürdőig. Általában ezt a zónát nagyon szeretik, a medvék is egyfolytában tele van macikkal, itt sétálnak. Elindultam felfele, csak mondanám, Parti Kommandó, szevasztok! Te jössz! Sikerül! Itt van egy gát, ami nem annak készült igazából, de ez lett belőle. Na ez megvan, hogy kiléptem át! Ha szép lett volna, akkor kiütéssel nyertél volna. Hát igen. Három, kettő, egy. Menjünk, úszunk egyet! Három, na jó, akkor menjünk és úszunk. Andri, valad a megérdéken, hogy legalább egy tudnám, hogy rohadt mély és lelátnék az aljára, fix ugranék egyet. De ahogy itt vannak delfinek, vannak. Menj delfint enni, vagy... Nem, palackorúból csak palackos. Az jó. Hallod? Most mondják, hogy... Tehát, hogy airsofttal itt, ha eltalálnak, az... Nem jó? Nem. Az totál jó. Na, egy kicsit jó. De mennyi ideig fáj? Ja, itt meg lehet kérdezni az úriámbert. Mennyi ideig fáj? Nagyon. És meddig? Egy hétig fáj? Nem. Lehet használni ma este. Következő helyszínhez érkeztünk, ahol egyébként fürödni is lehetne, ha az öreg német báj nem felejtette volna el, és szólt volna, hogy lehet hozni fürdőruhát, mert Rebecca azt mondta, hogy ő fürödne egyébként. Sajnos így nem fogunk, de megnézzük, hogy milyen meleg a víz. Na, nézd csak, Dominik. Hol az volt? Itt. Itt volt a Bixadi wellness fürdő. Aha. Itt. Ide hordták ki a babákat az erdély székely igen, asszonyokat? Igen, volt még csúszdank itt valamikor. Itt. Míg el nem vették azt a vizet, amelyik ad. Aha. Kötték a túlsó felére, már nem hagyták benne fürdeni. Nézzük, ezt mi pucoltuk ki az aljat, itt fürdődött meg rengeteg ember. Aha, és itt egész nyáron itt tele volt piknikezéssel minden, és fürödtek ebbe. Amúgy nálunk úgy hívták, hogy disznóferedő. Micsoda? Disznóferedő.
disznó feledni. Ez nagyon aranyos. Háj, fokom! Erre egy bumerangot. Nézd már! Ez olyan, mint a Madagaszkárban, amikor a vízilovak fürdenek a motomotóék. Milyen meleg kb? Bence, rohanjátok, más tőle egymásnak. Na, gyere! Itt a bolond! Fel vagyok mentematekból, de körülbelül úgy 6 réteg van minden testrészemen. És úgy nem olyan könnyű. Tehát konkrétan abból elfeladok, hogy sétálok, mert egy szerintem plusz 20 kilóval több vagyok diéta, ide vagy oda. Timi, hallottad, mit mondtak? Tehát lehet, hogy belecsúszunk a vízbe. Akkor... Figyeljetek, én kívül maradok az autón kívül, hogy el tudjak ugorani róla, jó? Ti megvehetek, az lesz, amit akar. Mászni belőle. De most ez kockó. Mi lesz, hogyha tudsz úszni, Szabi? Én nem. Tényleg? Igen, igen. Dominik, te tudsz? Mi ne tudnék úszni? Még nem. Hát mert például Dominik és Patrik nem tud. Róla, jó? Az ablakokat hagyjuk nyitva, hogy tudjunk kimászni belőle. De most ez komoly? Tudsz úszni, Szabi? Tényleg? Igen, igen, miért? Dominik, te tudsz? Válin, tényleg ilyen para? Hát elég. Timi, szívatnak! Na, Bence! De nekem ez félelmem. Ne félj! Micsoda? A beszakadni? Hát víz alá beszakadni. Hagyjuk menjenek ők elő, és ha ott mennek, akkor mi már átjuk. Te miért röhögsz? Ja, semmi. Be kell csukni az ajtót, mert így gyorsabban bejön a víz. De hülye! Egyszer élünk, át meg maximum beszakadunk. Timi, tudsz úszni? Nem! Nem tud. Jó, akkor mehetünk szerintem. Ennyi, kialászlak. Menjünk mi előre, menjünk mi előre. Ja, szóval itt lehet becsúszni. Az a para, hogy nem látszik az útnak a két oldala. Bám, átértünk, ennyi. Itt ebben van fent egy 17. századból vannak valami vármaradványok, és utána itt a második világháború maradtak valami bunkerek, meg ilyen lövészállók. És oda az egy, be lehet menni abba a bunkerbe, az egy érdekes hely, meg látjátok, ki van betonozva. Már jó félelmet, és ott szoktak medvék is lenni. Na kicsi. Mik a reakciók, Bálint? Hát itt vagyunk egy ilyen második világháborús helyszínen. Hol itt fők egymás, mi is lövöldözni egy kicsit. Én megmondom őszintén, hogy azért megvan az egésznek a hangulata, Bálint, tehát... Meg. Te kéne versenyezni, az nem értem, hogy miért nem szállsz be te is így a fiatalok közé. Azért akkor végetek lenne, mint a Bokman. Jaj, na persze, persze. Figyelj, én megadom neked az esélyt, hogyha szeretnéd, Szabolcs. Én majd kötelezővé tenném amúgy, hogy a Bálint versenyezőből. Jó. Nem rossz, amúgy. Milyen íze van? Ilyen, csak is kókuszos. Nagyon jó. Amúgy ilyen a medvétől egy kicsit azért. Na, a fegyók! Nersoftoztam gyerekkoromban, csapatban. Versenyeken is voltunk. Azt megszoktam, de hogy... Egy valamitől féltem világéletemben, és az a paintball. Mert az már a én fáj. A medúzától félek, Szabi nagyon, de az itt szerencsére. Nem, tehát ebbe bele kell szállnod neked is, az biztos. Én a kopasz fejmet úgy hagyom, aki eltalálja, annak vége utána. Van egy felajánlás, amit a Szabi azt mondtad, hogy álljak be, hogy nektek volt ugye egy könnyítésetek, és én beállok hozzátok. Aha. De várjál már! Jó. Nem, ez jó. Öreg. Több mindegy. De szerintem... Öreg, de a keze biztos. Lányok is azt mondják. Az lehet, hogy a keze biztos, de a szeme nem. Az biztos. Önnek nem zavarja a szemét a szemét? Jó, öltözni, aztán jössz velünk. Oké. Okay. Ennyi gyerekek, akkor beöltözök én is csatába. Give me a gun! Erus! Hallé! Hogy jöttök el a firmikáékhoz, megyünk le a traktorokkal! Gyere már lefele! Gyertek le, megyünk, sütünk egy cseppicset! Lemegyünk!
Sűrűjetek le, és ott találkozunk, na! Hát azért nem most a legőszintébben mosolyom. Kukucs. Egy 10-es skálán mondjuk úgy 12 az értéke annak, hogy mennyire vagyok bekakilva ettől a dologtól. Szíl! Na, azt hittem, hogy hozzám beszélsz. Is. Ülök és várom a végzetemet és a szempillám, a műszempillám. Minden pislogásnál beleakad az üvegbe, és így megvakulok. Úgyhogy nem a legbarátibb egyelőre a dolog. De izgi lesz. Nincs itt medve, ugye? Hát itt most nincsen. Nem is lesz. Hát majd hangosan sikod. Ne vagyek edési. Timi, mit nem csinálunk, hogyha jön a medve? Nem lövöm le. Igen, és? Nem sikítok? Igen. És akkor hogyan? És nem fut, hanem lassan elmész szépen arrébb. De most ez komoly? Timi, kim vagyunk egy erdőbe, itt farkas, medve, bár minden van. És hogy szólok, ha mondjuk elindul feljem? Bálint, itt egy maci. De ezt nem fogod hallani. Bálint, itt egy maci. Bálint! Így jó? Így jó. Hát akkor elérkeztünk a feladathoz. Bizonyos Capture the Flag játék lesz. Lesz három bázis, három ponton. Ki kell jönnöd a házból kihozni a zászlót, és egyszerűbb is a házba, kicsit izgalmasabb kihozni a zászlót szerintem, mint a föld közepére, ahol mindenki gyakorlatilag a bekemper, és azt lövi. Capture the Flag. Mi valószínűleg lefoglaljuk ezt a sárga házat, mert két emeletesnek tűnik, és onnan föntről faszán ki lehet lőni. Biztos? Na de várjunk, de ha jön a medve, akkor nekünk azt mondták, hogy ha csöndbe kell maradni és szépen elsétálni, mert utolér. Biztos, hogy utolér. Igen, biztosabb, hogyha... Ha futunk? Na. Arról lehet jönni? Aha. Esküszöm, rettegek, de komolyan mondom, Szabi, látom a szemébe, el fog borulni, sorozni fog mindenkit úgy, ahogy kell. Mondom neki, jöjj ide. Hallod? Álljunk össze Szabiékkel, és kaptok egy pontot. Jó. Sorozzuk Szabiékat, mi egymást ne lőjük, jó? Timinek is mondd meg, Timi, Rebeka, én, te. Az ott Rebeka? Visszálltuk, igen. Igen. Piros tipő, milyen? Fehér sál, ott van. Na. Ezért a test nem tudjátok? Ki? Nem. Ez a lényeg, hogy nem tudják. Senki, ne menjünk egymásra. Szólok Timinek is. Oké, mehet, csak ne, hallod, ne legyen nyilvánvaló. Lőjük őket, jó? Jó, az legyen, nézd, én ide, itt fogok, annál a lyuknál fogok állni. Mert egy helyből, egy, csak maradj rajta. Annál a lyuknál maradj fogok rajtunk. Állni. Te Bálint, onnan hátulra fedezem, hogy valaki rám fusson onnan hátulról. Jó, de nézzek, ott sondörögnek. Nem, és várjatok, de várjál, nem jó. Bencéket honnan lőjük? A bencékkel még várunk. Jó, a bencékkel védettek vagyunk. Tudja lőni, Szabi, onnan abban. Minden, tudom lőni majd őket, ha kijönnek. Na jó. De várjál, három hely is lehet, lehet az is, hogy te ezt itt fedezed, arra is, meg arra is nézel. Te meg, itt a másik oldalt is van egy, tehát három hely van. De menjünk be és kezdjük el. Mutatod, de várjál, akkor te ne erre ugye. Szabi! Figyelj! Három! Kettő! Egy! Élet!
Igen? Az a kérdés, elvették az autót, mi volt? Kik? Ah, ez egy Rebeka. Komolyan? Igen. Húha, szivat. Vagy két perce. És náluk van? El kell szerezni az a... Igen. El kell, meg kell hallja mindenkit. Mit mondanak? Igen. Hallod? Rebeka? Te csak kétszer szerencsére, úgyhogy... Mert hova? Hallod, Bence? Hogy elnyertünk, hát what? Mi? Még játszunk, hát meg, megvan az ászlónk. Megvan az ászló, ott van bent. Ja? Mi van? Már rég? Már rég, tesó. De hány bevésetek volt? Egyet kaptam. Én csak kettőt. Egyet, én. Egy golyót kaptam csak. De várjál, de hogyha... Nem, nyertünk, tesó. Megtalál, ez volt a cél. Elhoztuk az ászlót bázisra be ráadásul. Na figyeld, nézd csak, figyelj. Te vakegér, azt mondod, hogy nem fogok tudni lőni. Figyelj, előtt arra én pont kinéztem, és így dír. Úgy headshotba kapott engem valaki, tesó. Kicsit fájt. Ja, csak mondom, mi Patrikék a... Figyelj! Egyébként itt... Kinéztem, és a Rebeka így... Ezt szeretnénk elmondani. Figyeljetek, Timiékkel, ha bár megnyertük, Timiékkel szövetkeztünk. Paktumot kötöttünk. Amikor kifutottam, védtek minket, belvédtek, elkezdtek sorozni titeket, úgyhogy egy pontot átadunk nekik. Még egy utolsó szétlövést bevállaltunk, vagyis mindenkinek a maradék kulót el kell pattintani, akit egyszer eltalálnak, az felrakja a kezét és szépen kisétál, úgyhogy készült egy Gyárgás. Ez azért jó, mert így kezdjük a torpatban. Aztán itt felsítálják, ez ott közepén, inkább így levegőt. Javi, gyere! Menjünk akkor mi a házba! Én mondom. Azért lehet innen jobb, vigyázz! Ja. Nem lőttek meg, de unalmas volt. Habár kiálltam, de alakíthatom a szálakat, úgyhogy el kell hagyni a házat! Most! Ott voltam fönn. Te voltál lődöztél? Te kaptál? Ott vagyok föl. Volna menni a tetőre. Tehát akkor most hogy van az állás? Bocsi, én most egyébként csak itt elemzek, hogy ez, hogyha fel lehetett volna menni a tetőre, ez lett volna a top, viszont úgy, hogy igazából a fehérbe is úgy van meg ebbe is, hogy nincsen átjárás, tehát hogy vannak falak, így ez nagyon rossz volt. Mert itt van egyébként még egy ablak, ahova nem lehet oda menni, ami lenti. De te láttad a... Mert azt nem láttátok, Dominik, a következőt próbáltam meg a tetőre felugrani. Na de úgy, hogy nekifutásból, és a beton tetőt itt térden levette, majd leesett hátra. És akkor így álltam, hogy MEDÖK! Valaki jöjjön azonnal segíteni. De te nem látod, hogy én ott voltam annál a szikránál? Nem. Így ki volt hajóva a feje, így látom, hogy ki jön a fej. Brrr, úgy elkezdtem lőni, de mintem... Fel is találtad? Azt hiszem igen. Na mi van, szerencsére volt anyukám, már ott azért közel volt, úgy fejbe lőttelek volna. Én lőttelek volna téged fejbe. Fejbe. Az történt, hogy én megbújtam a bokorba, és nagyon jó taktikám volt. Erre a Balint lentről az ösvényről elkezdett lőni, és már becéloztam, ő egy helyben ja, volt. Ja, persze, egy helyben futottam. Meghúztam a ravaszt, igazából mindenki arra várt, hogy csak kilőjön azt és nyerjek. Azt se a ravaszt, Timi. Erre megállt a pisztolyom. Nem tudom, hogy miért, a kindokolatlanul. Ez nem biztos, hogy így van. Szerintem csak elromlott. Itt elvileg nem mindig megy ki a Verda. Meglátjuk. Na most félek. Egy filmezzétek, mert lehetne. Azt a mindenit! A sütemény! Rettegek jelenleg. Most meg lefele fogunk menni. Tarod!
dinoszauruszok verekednek. Ahhoz képest egy... A csoki hozzá... 15-20 perces sétalás! Kicsit ahogy elestünk... Bálint térde így repült fölfele... A fejem meg így... Bence! Vedd fel a turabakancsod! Ki volt ez? Ki volt ez a pofátlan? Váli! Azt hülye, egy ilyen nem megdobott. Ez összetöri a szemüvegem, ha eltalál. Lehet hógolyózni, ezt azért teve a izé. Itt az úr megmondja, azért egy ilyen ne. Ez jó kevés. Hát ja, azért... Nem lehet hógolyózni, csak egy követ kell. Mert az este akartam meg, hogy megtudja, ez jó? Mire? Ezt hallottad, Domi... Júj! Most visszakaptad. Na. Csatornád, érted? Te nem is videózol egyébként, te tudod ki vagy? Hagyjuk. Na tudod, mit csináltál azért, nem? Előttem a csapat, esnek, kelnek, kipörgésgátlók, gyerekek, hogyan? Patrik! Érünk! Ú, gyerekek! Én se vagyok sokkal jobban, egy picit aggódom a Bencének gyakorlatilag a munka. Ez közel van a kezembe! Azaz, Patrik, telefonozzál közbe! Ezek az erdélyi kölyket kitör! Kitör, jön, repeszti! Többiek is mindjárt felértek. Elképesztően szép a táj, gyertek! Befőgök-e szivatni egyébként, meg fogunk menni oda. És egyébként igaz, hogy van már róka, amúgy tényleg lehet. Van, tényleg, az tényleg lehet. Az lehet. Tehát miután nyomutatnám a lábnyomokat, hogy az valóban van lent rókaeftes. De befőgök-e szivatni, hogy Maci is van, és itt félnek az operatőrök, és egyszerűen elkezdünk ordítani egy medve, és itt hirtelen kifutunk. Hát annyi, hogy nekik egy távol kéne lenni, hogy ne csúszanak a riadalomtól. Ja. Majd igyekszünk odafigyelni. Na, lássuk. Megérkeztem! Én csúszdáztam lefele! Én csúszdáztam lefele! Lehet bent, hát be? Lehet bent, hát be? Ez a para most? Nem akarok mackóval talízni ott bent. Menjünk, hát Max, mi lesz? Hát... Biztos, hogy nincs. Most mondták ezzel, hogy nem szabad elfutni, hogyha jön a medve. Beöltözött emberek futottak először. Azt érzem, hogy az akkumulátor rom nullára lement. Mindjárt sírva. Úgy remeg a kezem, mintha nem tudom. Háromba nyúltam volna, basszú. Eszembe jutott anyu szülinapja, meg minden, hogy meghalok. A kiskutyám, meg minden, hirtelen látom magam előtt. Mert nekem ilyen szinten van klausztrofóbiám. Előttem utalama vannak is, így kell legyek legugolva. Annyi nekem is van előtt. Egyet fene, csak hogy a kommentelők ne mondják. Max, elájulok, hozzatok ki. Fel lehet állni? Fel, igen. Én már alva vagyok, gyere, hozzá, amit kell elérni. Csak eddig kell, gyere. Jövök. Gyere, fejedre. Lenne. Na hát egyébként valahogy túléltem, merre? Szóval. Mondanám egyébként, hogy az őseim azok itt vannak. Itt voltak, a Dezsőék. Emedve.
Hát medve koma nem mászik, azt mondták, mert húzatos a hely. Azt neki érted, a bundáját meg meglibenti. Szabikám, napszemüveg az így indokol? Várja, felrakom én is, mert ugye fekete, mert a fényre befeketült. Kb. Semmit nem látok. Köszönöm szépen, Szabi. Minden, csak senki el ne essen, légy szíves, vigyázzatok. Mert? Hopp! Adjál csak belőle egy nyalatot. Kész, te is egyet? Aha. Székely. Ez hegyes? Ezzel meg tudnának ölni, tesszük. Egyébként miért? Miben volt? Valami filmben volt. Miben? Na, várj. Jó! Olyan rókahugyos. Visszaérkeztünk az autóhoz, és nagyon nagy meglepetésünk lett, éppen a talán vadászok állítják be a fegyvereket, és lőnek. Azt hittük egyébként, Dominik annyira meglepődött, hogy ez egy kis hangerejű fegyver, de mondhatni, van hangja. Maradj, maradj, maradj! Nem lehetne, hogy paintball helyett. Na, székely helyen, akkor egy székely hidegtel szerintem itt nekünk, ha már lemaradtunk. Egy kicsit elhúztuk az időt, hogy legyen egy sütögetés. De akkor jó étvágyat mindenkinek, és köszönöm szépen, hogy itt álltak veletek, srácok. Jó étvágyat itt Erdélybe. Jó étvágyat kívánok mindenkinek. Toljuk, nyomjuk! A következő. Szabi meg fogja lőni paintball puskával Dominikot, én pedig Bálintot. Írni fogunk el papírt, szólunk a menedzseremnek. Nem kell papír. Hát akkor, hát megírod saját magadnak. Én nekem van menedzserem, csak a kamerán kívül. Ja igen, igen. Hány méterről? 7. Egy. Egy. Na, de akkor forogjuk rá, mert megy le a nap, hogy ott kéne csinálni. Na jó, van, gyertek meg. Megkaphatom a fegyvert? Nem lövök senkit sele. Kibomlott. Puszjál, Dominik! Hazott. Jó az. Jó. Az jó, ekkora távolság jó, nem? Szóval, mivel a székely magyar kihívás Dominik veszítette el, itt van velünk Szabi, mutassuk meg. Aki már kapott is egy paintball puskát, ezzel fogja háton rikkenteni Dominik elvtársat. 3, 2, 1, tessék! Oké, elég. Na most mi van? Csípe! Ha nem fájl, akkor gyere közelebb! Nagyon vagány voltál. Ha nem, minden hülyeskedésből se. Te fel, vadász, nem lehet lenni. Vadász családból származom, fegyver, nem fogunk se fele, sem erre. Ó, értem. Vagy fölbele, vagy sehova. Ó, értem. Nem, tényleg, de... Nem haver! Kell. De nem, ez nem érted, hogy még a kapanyél is elsülhet. Egyet lőhet. Jó, egyet. Jó, 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 mehet. A hátamat lő. Jó, mehet. Mehet. Bam! Ó! Mi? Ne, ne! De... Nem vagy ennyire parasz. A barátom azért. Na most már fájt. Most is. Na most már, most is. Fordulj meg. Milyen? Ha nem kellemes. De ennyire, akkor jobban fájna te. De ha látszódni fog. Nem áld, Dovi. Mehet, biztos? Ne a gerincet. Biztos? Hallod, ne a gerincet. Biztos? Igen, de csak egyet. Ott a gerincem volt. Miért a gerincét lőtted? Remélem, Bence nem lövi a tökényemet. Azt tudom mondani összesen. Mellém lőjél. Jó. Ah! Oh, bam! De hogy az holnapra milyen lesz? Dominik, nagyon vad vagy!
Egyébként fáj, úgyhogy ezt megkérek szépen, otthon ne próbáljátok ki. Így van, ezt senki ne próbálja ki. Akárkinek van ilyen fegyvere, ne próbáljátok ki, nem lövünk egymásra. Ez csak a szórakoztatás kedvéért volt, mi bevállaltuk, ti ne tegyétek. Ezt csak miattatok csináltuk. Elérkeztünk a következő feladathoz, ami ez, ez az eszköz fog kelleni, illetve... A tűzgyújtás. Hoppá. Lássuk, adunk egy kicsi segítséget. Hogy mi? Egy-egy darab kavattát, ezt csak végső esetben használjátok, mert nagyon hamar el fog égni, nem fog meggyúlni a tűz. Tehát itt van ez a kis tűzgyújtó műszer. Tehát jó erősen. Az igen! Ez tűzjáték már. Na! Na most ezzel a szekercével kell nekik elindulniuk. Ez 2 pontot fog érni. Bájos húgom a háttérből tájékoztatott a pontoknak a mértékéről. Tehát 2 pontot nyer az, aki leggyorsabban meggyújtja a tüzet. Van 5 percük ezzel az eszközzel egy kis tüzet csiholni, vagy illetve nem bocsánat, ezzel gyújtós gyűjteni, és utána pedig tüzet csiholni a csiholóval. 3, 2, 1, tessék! Hol a csiholó? Hol a csiholó? Nem kell elő, mentek, csak fáj! Jó, de menjünk! Gyerünk, hajrá, 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 hajrá! Patrik és Timi 2 különböző irányba. Két mutatom, hogy Timi instant eldobta. Mi fadarabkákat? Fogalmam sincs. Patrik bogáncsokat tudott, és azt próbálja majd begyújtani. Egy olyan rugás mozdulattal távolítja el a havat a helyről. Cristiano Ronaldo-t meghazudtolóan próbálja egyébként a lába lendületét felemelni. Ez az, gyere, 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 gyere! Nézzük, nézzük, oda, menjünk! 3, 2, 1, gyerünk! Az a baj, hogy gyantát nem nagyon találok, ami bajt jelent. Ott van kis bogáncsokat, szöszöket, mindent innen. Oh, nézd azt, nézd azt! Hop-hop-hop! Viszont várjál, tehát azt tudjuk, hogy a tűzcsiholó az tud csiholni, viszont aha, az a tűz is meg is kell álljon. Hát nyilván, tehát hogy azért elaludni nem lehet neki. A hajadra vigyázz! Tibi, ügyelj! Halló, segítséget nem kapnak! Bálint! Fatát próbálják begyújtani először, hogy az adjon lángot az egésznek. Aha, de nézd meg, nézd meg, de lehet, hogy annél sikerülni fog. Elkezdett füstölni. Hop, hop! Kezdve, kezdve, kezdve! Na! Vedd ki! Hát, kesszűbe vagyok! Nem bírás! Vásárhelyi gulyásleves, hát talán kell ott ugye egyszer. Megállítottam! Nem ég a tűz! Tök mindegy szerintem az, hogy mi a reakció. Szabi, milyen? Akkor fújja, hogy gyerünk, 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 gyerünk! Mindjárt jó, megvan a technika, hogy kell, gyere! Hagyd abba! Gyerünk már! Tolját, Patrik, mert megfogsz itt! Tiét, vagy ki fog aludni? Emberén értem, hogy akarsz győzni, de legyél korrekt, hát meggyúlt a tűz. Meg tudom mutatni a videóra, hogy a tiétek... Szalonnát akarsz esítni rajta? De haver, meg volt beszélve, meggyúlt a tűz, akkor miről beszélsz? Hát ugyanígy égett a tiét. Nem állj meg, csak amikor begyúlt. De nincs tűz! A Patrikéké ugyanúgy égett. De nincs, de oké, de ők már később jártak, hát nincs tűz. Meggyúlnak. Megadtam. Nem baj, nem baj. A harc, hát legyen harc. Itt a csatabárd! Itt a csatabárdotok! Mostantól verseny a verseny. Az olyan fontos, hogy valóban ugye ez nem volt megbeszélve, hogy hogy kérni a tűznek. Én Dominikéknál, én amúgy... az első lángnál megállítottam az időt. Én... És utána, hadd fejezem be, az elsőnál megállítottam. Majd még itt ment, hogy jaj, elalszik, ami legalább 15-20 másodperc volt. Tehát azt még hozzá kéne adnom az ő idejükhöz, de mindenképpen Bencék mentek eléjük. Ezt akartam úgyhogy... mondani, hogy... Én ugye ott voltam, nem lehet, amikor átjöttad meg, csak amikor hallottam, hogy az még nem ég, még fűzét csináljátok, azért csinált, jó, én meg azt hittem, hogy azért mondjátok még, mert csináljuk. Én akkor már megállítottam, szóval Bence is úgy jött, ahogy az első láng följött, úgyhogy ez alapján Bencék 2 pontot kaptak. De Rebecca, elmondom neked, elmondom neked Rebecca Paintballnál, úgy lövöldözött össze-vissza, lehet, hogy össze-vissza lövöldözött, de
konkrétan így repültek tényleg el a golyók Rebecca mellettem. Az minden úgyhogy oda se nézett. Tényleg szerintem, hogyha meg kéne azt, hogy ki adja vele legjobban magát ebbe a feladatba, az a Rebecca. A másik Timi egyébként, aki ugyanígy meg van őrülve. Amúgy tényleg a nők, azok tehát, tudod, hogy teljes akarnak állni bókérni. Gyerünk, csináljuk. Hát mondjuk, ha belegondolunk tényleg öt fiúk között. Hát nyilván. A mai utolsó feladat pedig nem más, mint ez a puskával ott célba lövés, szóval mi a lényeg? El kell találni 10 lövésből minél több kupakot. Aki a legtöbbet fogja eltalálni 10-ből, az fog nyerni és vinni a pontot az utolsó feladatban. Akkor nézzük! Fokosan lőtt. Akkor mehetünk? Számolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1. 10-ből egyet. 4, 5, 6, 9, 10. 10 per 0. Timi. 5, 6. Ez pontra megy, Timi. 10. Oké. 2, 3, 1, 8, 9, 10. Egyet amúgy nem lőtt ki. Egy kérdésem lenne, Szabolcs, mit kapcsoltál egyet a puska oldalán? Kibiztosította, de egyet nem lőtt ki amúgy. De nem lehet visszabiztosítani, amikor Timi visszaadta. 9-et lőttem csak. De mondom, ki volt biztosítva? Amúgy igen. Tehát a Timi nem biztosította vissza. De nem érted, hogy ide kell, ide tekered, vagy ide tekered? De várj, oké, okay. De a Timi... A Timinél ezen volt, hogy így meghúzod és húzza. Érted, de egyeket lőtt. 1. 2. Na meg volt a 10, szóval ez túl volt. 2. Ez döntetlen. Hát akkor ez 15 pont. Na gyerekek! Lője még egyet! Na, találd el egyből. Lője még egyet! Ezért mondom itt, hogy 9-et lőttem, és így, Bacsó, jó! Hát tesó, ez van, lerakjuk! Hát akkor, azt utána már. Akkor most, hallod? Egyet lövök. Piros 5, figyelj! Az esély meg volt, megadatott. Hát sajnálj, nem értél el. Szeretlek gyere, nagyon, gyere, csak... Gyere be! De tényleg! Jó, de jól oda nyújtál! Úristen, de jó! Az arcom egy kicsit elsőbb van. Jó, de jó! Na! Állj! Nem kell, nem kell! Ja, hello, sziasztok, iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és egyébként nyomjátok be azt a csengőt, és iratkozzatok fel, ha még nem mondtam volna, gyertek át Instagramba is. Hatalmas szavazat a 11 A-nak, a 11 B-nek, a 11 C-nek, a 11 D-nek, a 11 F-nek, a 11 E-nek, a 11 N-nek, a 12 B-nek, a 12 A-nak, a 12 C-nek, és a 13 C-nek is. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt lehettünk. Eléggé király volt az egész mai nap. Az nem szívesen, kifejezés. Talán Dominiknek a háta fogja legjobban megmutatni, mennyire volt jó. Maradondó élmény volt, az biztos. Reméljük. De a hülyéskedés félretéve rengeteg szép helyen voltunk megint, rengeteg jó dolgot csináltunk. Úgyhogy mi már sokat gyára vagyunk itt a fiúkkal. Én először. Ja, bocsánat, én akkor Szabival. De csak ajánlani tudjuk, úgyhogy gyertek ti is. Ha tehetitek, gyertek ki. Erdély gyönyörű. Nem egy hatalmas összeg Erdélybe kijutni, úgyhogy ha tehetitek, Erdélybe mindenféleképpen vonattal, gyertek ki. Vonattal, bárhogyan, fiúk. Próbáljátok ki. Esküszöm, természet. Sokkal jobb, mint benülni és nyomkodni a számítógépet. Ezt tapasztalatból mondom. Annál biztos, hogy jobb. Na jó van. Úgyhogy találkozunk a következő évben. Tustált fürdőn. Ez az. Érkezünk. Matku elvtársak, figyeljetek. Sziasztok.